Országjáró körútja során a Nyíregyházi Szakképzési Centrumba érkezett a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár. Nincs kerettanterv, hanem kimeneti szabályozás lesz szeptembertől a szakképző intézményekben, mondta a tájékoztatón, így a vizsgán az ágazati kompetenciákról kell majd számot adni. Változó, hogy milyen típusú cég, milyen típusú elvárásairól van szó, így szinte egyéni képzési utakat kell meghatározni az iskolák és a munkahelyek között. Sokkal rugalmasabb szabályozásra volt szükség a szakképzésbe, azért mert a duális képzésnél szükséges, hogy a gyerekeket nagyobb időegységekbe adjuk oda a vállalkozóknak, tehát egy ilyen tömbös kihelyezésre. Nem értelmezhető a 45 perc gyakorlatilag így a szakképzésbe, mint ahogy a tanároknak a heti 22 órás vagy 22 kötője 26 órás órakerete sem értelmezhető, hiszen ezért inkább éves órakeretben gondolkodunk mi, hiszen nagyon-nagyon ingadozó az iskola és a vállalat közötti képzésnek az idő eltolódása. Nyugat-Európában, például Ausztriában a diákok 23%-a tanul gimnáziumban, a többiek a szakképzésben. Magyarországon 40-42%-a a gimnáziumi arány. A cél, hogy hazánkban is egyre magasabb legyen a szakmát tanulók száma. A gimnáziumok alternatívája kíván lenni a szakképzés, a technikum pedig a mérnökképzés előszobája. A szakemberek már dolgoznak egy olyan pilot programon, mely a két szintet próbálja összekötni, és talán lerövidíti a technikusok egyetemi idejét. Egy nagyon jó lehetőség van most az átalakításnál arra, hogy valóban pozitív üzeneteket küldjünk a tanulóknak, benne legyen a karrier lehetősége a szakképzésben, így a technikum esetében az, hogy 5 éves technikus képzés lesz, ott összekötöttük az érettségit és a technikus bizonyítványt, tehát gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, az egyik érettségi tantárgyat kiváltja maga a technikusi oklevél. Nem is akárhogyan, emelt szintű érettségi tantárgynak fog számítani maga a technikusi oklevélnek a megszerzése. Az ösztöndíj rendszer szintén a karrier lehetőséget erősíti, mely az első ágazati képzésnél van jelen mind a szakképzőiskolákban, mind a technikumokban. Induláskor csak ágazatot választanak a fiatalok, később döntenek a konkrét szakmáról. A duális képzés egy újabb kedvezmény, mely munkaszerződéssel jár. Ezt a minimálbér aktuális százalékához arányítják, és innen számít a nyugdíj. Az új törvény szerint a felnőtt képzéssel bővülhet az iskolák feladata és lehetősége is. Oka és következménye is annak, hogy a szakképzést kiemelték a közoktatási rendszerből, 130 rendeletet és jogszabályt alakítottak át az elmúlt esztendőben. A tervek szerint két alapszakma után újabb képzettség megszerzését is támogatja az állam a szakmajegyzékben szereplő 174 lehetőségből.